Dél-Magyar Podcast. Dél-Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal. Köszöntöm a Dél-Magyarország Podcast csatornájának hallgatóit. Kovács Erika újságíró vagyok. Közeledik a tavasz. A jó kertészek már készülnek a kerti munkákra. A palántanevelés a kertészeti ágazat komoly szakmája. Fontos, hogy egészséges, erős, fajra és fajtára jellemző palántákat állítsunk elő. Ha megfázott a kis növénykénk, vagy nem megfelelő körülmények között neveltük, akkor azzal a termés biztonságát veszélyeztetjük. Ez az időszak kiválóan alkalmas a palánta nevelésre. De hogyan fogjunk hozzá? Nevelhetünk-e például lakásban, az ablakpárkányon palántákat? Milyen körülményekre, környezeti feltételekre van szüksége a zöldség, vagy akár a virág palántáinknak? Ezekre a kérdésekre is választ kapunk Sipos gazdától, Sipos József növényorvostól. Az előző adásunkban arról beszélgettünk, hogy hogyan válasszunk vetőmagot, és mi legyen a vetőmaggal. Most pedig a következő témánk a palánta nevelés. Mikor kell hozzáfogni ehhez? A palánta nevelés a kertészeti ágazatnak egy nagyon komoly szakmája. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt és a kedves hallgatókat. Nagyon szép téma választáshoz érkezett a beszélgetésünk, mert a vetőmag után a növényeink alapjáról, a palántáról beszélünk. Mielőtt elkezdjük a gondolatot, akár a vetőmagnál is beszéltünk róla, akár a palántánál, nagyon fontos, hogy egészséges, fejlett, erős, fajra és fajtára jellemző palántát állítsunk elő, mert ez határozza meg a növényeinknél az indulást. Ha a palánta megfázott, nem megfelelő környezeti tényezők között nevelkedett, az rá fogja nyomni egész évre a termés biztonságra a bélyeget. Előnevelésnek hívjuk másképpen előnevelt palántákat, mert a palánta nevelésnek a célja a tenyész időszaknak a lerövidítése. Ha helyre vetek egy növényt, akkor ugye ez egy hosszabb tenyészidőt jelent, gondoljunk egy paprikára. De a palánta nevelés során mesterséges környezeti tényezők mellett üvegházba, fóliába, lakásba állítom elő a növényt, lerövidítem a tenyészidőszakot, mesterséges környezetbe megnevelem a növényt 5-6 hét alatt, és utána edzetve, megfelelő környezeti feltételek mellett kiültetem a palántát akár a szántóföldre, kiskertbe, vagy éppen egy nevelőházba, ha végig lehet így vinni a tényezőket. Hol lehet nevelni palántát? A Sipos gazda oldalra is sokan kérdeznek, hogy lakásba szeretném megpróbálni a palánta nevelést a gyermekemmel, unokámmal. Én azt mondom, tessenek próbálkozni. De a remény, a lehetőséget ne tessenek elengedni attól, hogy ez ugye egy palánta nevelő helyen, üvegházba, fóliába, intenzív körülmények között megy, mert hiszem azt, hogy lakásban is meg lehet, csak ugye nehezebb, hiszen ott is van egy világos ablakpárkány, veranda, de ugye ott nehezebb biztosítani azokat a környezeti feltételeket, mint ahol szakosított palánta nevelés történik. Nagyon fontos, hogy a jó palántára lényeges, hogy jó minőségű legyen, ne nyúljon meg a palánta, ne szenvedjen fényhiányba, erős gyökérzete legyen, fajra, fajtára jellemző magasságú, habitusú, zömök, erős, szép, zöld színű palánta legyen, ne legyen megdőlve, ne legyen sárga. Ez az alapja a jó palántának. Mennyi ideig nevelünk egy palántát? Ugye minden növénynek más a kiültetési ideje, tehát ehhez számítva mennyi idővel hamarabb kell elkezdeni a magvetést? Általában tudnunk kell, akár a dísznövények esetében, akár a zöldségnövények esetében a kiültetési hőösszeget. Tehát tudjuk azt, hogy vannak melegigényes növények, például ilyen például a paradicsom, paprika, de a hűvösebb, hidegebb időjárást is bírják például a káposztafélék. Ez nem azt jelenti, hogy nagyon hidegbe, hanem más a hőösszegük a növényeknek, vagy ha már tudjuk, igaz, azt helyre vetjük, de korán vetjük például a borsót. A borsó szereti például az alacsonyabb talaj és külső léghőmérsékletet. Ha akkor ültetnénk ki szabadföldre a paradicsompalántát, megfázna, és utána pedig el is pusztul. Ezért általában a palánta nevelési idő növényi fajtól függően 5-6-7-8 hét is lehet, attól függ, hogy mennyi idő és milyen környezeti tényezők mellett történik a
a nevelés. Minden palánta nevelésnek az alapja, amiről az előző beszélgetésünkkor beszéltünk, ez pedig a jó vetőmag. Összefoglalva csak ennyit mondok a múltkori beszélgetéshez. Szavatossági idő, friss, egészséges, fémzárolt magból történjen a palánta nevelés. Mivel tudjuk ezt leginkább elrontani? Tehát a túlzott locsolással például, vagy a túlzott meleggel? A palánta nevelésnek nagyon sok buktatója van. Első legfontosabb az, hogyha nem megfelelő a termőföld. Ezért külön palánta neveléshez alkalmas földkeveréket javaslok mindenkinek előállítani, vagy összeállítani, mert hiszen az a pici kis csírázó mag ott érzi jól magát, ahol a talaj megfelelő pH tartalmú, hogy lúgos vagy savas kémhatású, tehát ez nagyon fontos. A másik pedig jó vízvezető képességű, könnyen felmelegedő, laza talaj, és a kis gyökér szépen tud fejlődni ebbe a talajba. Másik lényeges dolog, ezt palánta földnek is hívják másképpen. A másik, ahol el tudjuk rontani, az pedig a hőmérséklet ingadozás. Ha nem megfelelő a hőmérsékletnek a szinten tartása, melegebb, hidegebb, akkor az a növény életére negatív hatással bír, megfázhat a palánta, vagy hősokkot kap. A következő, ami húzat éri a palántát. Húzatra a szobanövényeink is érzékenyek. Nem úgy egy fiatal, picik, fejlődő növény, ami alig bontakozik, vékony kis bőrszövete van annak a kis csodálatos növénynek, és ha megfázik, az is húzat éri, az is később stressztényezőként jelenik meg. Nagyon lényeges az egyenletes vízellátás. Ha nem kapja meg a vízellátást, úgy, ahogy ön is mondta, hú, elfelejtettem, több vizet adok neki, ez is káros, mert hajlamos a növény, hogy beiszapolódik a gyökere, kicsit olyan befulladás alakul ki, és gyökérveszteség léphet fel, tehát befullad a gyökere. Ez is nagyon fontos tényező, és amiről nem lehet elfeledkezni, ez pedig a fényprogram, mert a fénynek nagyon fontos szerepe van. Téli időszakban ugye kevesebb a fény, a napsütéses órák száma, vagy a fényes órák száma alacsonyabb, ezért már a profi palánta nevelők mesterséges fény megvilágítással dolgoznak, vagy ha már elmentünk így este egy üvegház mellett, például paradicsom, paprika, növények is, amik be vannak már telepítve, biztos látták, hogy világít az egész üvegház, ez azért van, mert speciális izzókkal próbálják a fényórát, tehát a fényerősséget körülbelül biztosítani a növényeink számára. Dél-Magyar Podcast. Dél-Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal.